bíróság Lázár Jánosnak be kell számolni a svájci és olaszországi utazásainak részleteiről. Aggódik a NATO, Vlagyimir Putyin szerintük vissza akarja állítani az orosz befolyást Kelet-Európában. Nem működött harmonikusan, feloszlatta a Fidesz az esztergomi alapszervezetét. Igazi nagy ágyúval, Andy Cole-lal ünnepelte 25. születésnapját a Magyar Hivatásos Labdarúgók Szervezete. Ez itt az ATV híradója, fél hét van, jó reggelt kívánok! Be kell zárni a debreceni menekülttábort, nem pedig fejleszteni, ezt mondta Orbán Viktor tegnap, amikor a helyszínen járt. A miniszterelnök szerint ugyanis ott nem menekültek vannak, hanem bevándorlók. A kormányfő azt is mondta, a menekülttábor bezárásához nem elég a magyar jogszabályokat megváltoztatni, az uniós szabályokon is változtatni kell. Szerintem ez nem menekülttábor, ez egy bevándorlótábor. Ugyanis a menekülteket Magyarország mindig is befogadta, a mi szívünkben van irgalom. Ezt mondta Orbán Viktor annak kapcsán, hogy holnap az Európa Parlament tárgyalja Magyarország idegenekkel kapcsolatos, egyelőre csak tervezett intézkedéseit. Komoly küzdelmet vívunk európai szinten, én holnap egyébként ezért utazom Strasbourgba, ahol Magyarország ismét napirenden van. Különböző okokból az egyik ok az a menekült politikával kapcsolatos magyar álláspont. Orbán Viktor szerint, akik a helyi táborban vannak, azok nem azért érkeznek ide, mert el kell jönniük a lakhelyükről, hanem azért, mert jobb életet akarnak maguknak. Ezt egyébként a miniszterelnök megérti, de szerinte nem lehet egy országba törvénysértő módon megérkezni. Az illegális határátlépés bűncselekmény. A büntető törvénykönyv ezt világosan szabályozza. Ma az Európai Unió olyan szabályokat kényszerít ránk, mi szerint ez nem bűncselekmény. Ez elfogadhatatlan. Magyarországnak meg kell védeni a jogrendjét, és meg kell védenie a határait is. Orbán szerint a végső cél eléréséhez még jó pár ütközetet meg kell vívni az Unióval. Lesz egy nagy vitánk. Brüsszel azt akarja, hogy aki idejött, maradjon itt, sőt, még többen jöjjenek. Mi azt akarjuk, hogy ne jöjjönnek már többen, és akik itt vannak, pedig menjenek haza. A miniszterelnök azt mondta, hogy nem akarnak ezzel a problémával együtt élni. Ahogy fogalmazott, csak rajtunk múlik, hogy ezt a döntést meghozzuk. Orbán Viktor egyébként azt mondta, azon fog dolgozni, hogy Magyarországon ilyen táborok többé ne is legyenek. Megdöbbentő, hogy az európai polgárok mindennapi életét érintő problémák helyett Magyarország helyzetéről tárgyal az Európai Parlament. Ezt mondta a Civil Összefogás Fórum alapítója. Csizmadia László elmondta, a mai ülés tervezett témája miatt nyílt levélben fordultak Martin Schulzhoz, az EP elnökéhez. Ebben azt írják, hogy az ülés csak zöld, liberális és szocialista párt propagandát szolgál szerintük. Ezzel valójában el akarják terelni a figyelmet a megoldandó problémákról. A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány elnöke úgy látja, a kialakult helyzetben sürgetővé vált az Unió berozsdásodott gépezetének generálozása. A civilek hangja nem ér el az Unióig. Ezért úgy érezzük, hogy amennyiben nem talál fogadtatásra és válaszra mindaz, amit mondunk, akkor kénytelenek leszünk még erősebb összefogással, ha tetszik, nyomást gyakorolni az Európai Parlamentre. Nagy vita várható a mai Magyarországgal foglalkozó európai parlamenti ülésen. Határozattervezetet azonban az előzetes értesülések szerint nem fogadnak majd el. Az EP-ben egyrészt Orbán Viktor halálbüntetésről tett nyilatkozata miatt lesz újra téma Magyarország, másrészt mert majd többen kritizálták a miniszterelnök bevándorló ellenes politikáját és az erről szóló nemzeti konzultációt is. Ezekről mondják el véleményüket Strasbourgban a képviselők ma az Európai Tanács, valamint az Európai Bizottság részéről. A vitáról az esti híradónkban részletesen beszámolunk majd a helyszínről. Vlagyimir Putyin vissza akarja állítani az orosz befolyást Kelet-Európában, ezt mondta a NATO főtitkár helyettese egy budapesti konferencián. Martonyi János pedig arra figyelmeztetett, évtizedeken át azt hittük, hogy túl vagyunk a hagyományos katonai fenyegetettség korán, de ezzel szerinte most újra szembe kell nézni. Az új veszélyek kezelésére mindketten a NATO és az uniós tagállamok nagyobb egységét sürgették.
Évtizedek óta nem volt ilyen rossz a viszony a NATO és Oroszország között, kezdte borúsan előadását a Transatlanti Katonai Szövetség második embere, ám mindenkit biztosított róla, hogy a NATO válasza az orosz nyomásgyakorlásra megfelelő volt. A keleti szomszédjainknál és a balti tengernél gyakorolt nyomásra adott válaszunk gyors és jól látható volt. Jelentősen növeltük a csapataink számát a keleti szövetségeseink területein, több repülővel a levegőben, több hajóval a tengeren és több szárazföldi egységgel. A főtitkár helyettes közölte, hogy az ősszel megalakult gyors reagálású Spearhead, magyarul Lándzsahegy egység 48 óra alatt bármelyik NATO tagállamban ott tud lenni. Kiemelte ugyanakkor, hogy a puszta katonai erő mellett más területeken is támadás érheti a NATO tagokat. A potenciális ellenfeleink a nyílt társadalmainkat is kihasználják, dezinformálással, kibertámadásokkal, titkos bevetésekkel vagy akár korrupcióval. Az Egyesült Államok volt moszkvai nagykövete kiemelte, hogy fontos segíteni a NATO tagállamok és az oroszok közötti úgynevezett bufferzónában lévő országok fejlődését. Sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk, hogy segítsük ezeket az országokat a reformok végrehajtásában és a stabilitáshoz szükséges intézményrendszer kiépítésében. Ezzel egyúttal ellenállóbbá válnak az orosz nyomás és a lehetséges agresszió ellen. A főtitkár végül közölte, hogy Magyarország eleget tesz a NATO beli kötelezettségeinek, ám a védelmi kiadásokat növelni kellene a GDP 2%-áig. Martonyi János rövid beszédében egységet és kezdeményező képességet sürgetett a NATO-n belül. A NATO-n belül mindig azt mondtuk, hogy túlságosan reaktív a gondolkodásunk, sokkal inkább proaktívnak kéne lennünk. Talán pont ez az, ami hiányzik, hiszen nem láttuk előre, hogy egy független országot lerohanhat egy atomhatalom. A volt külügyminiszter szerint néhány évtizeden át azt hittük, hogy nem kell többé szembenézni a hagyományos katonai fenyegetettséggel, ám ennek most vége. Be kell számolni a Lázár Jánosnak a svájci és olaszországi utazásainak részleteiről, így döntött a fővárosi törvényszék, miután a miniszterelnökség nem adta ki a kért adatokat. A pert a Direkt 36 nevű oknyomozó portál újságírója indította, aki korábban az Origónál dolgozott, és Lázár János 2013-as utazásairól cikkezett. A bíróság most kimondta, hogy a miniszterelnökségnek közölnie kell, hogy Lázár János kivel folytatott tárgyalásokat az utazások alatt, ki és miért kezdeményezte ezeket a megbeszéléseket, és hogy mi volt a témájuk. Az ítélet nem jogerős. Feloszlatta a Fidesz mintegy 160 fős esztergomi alapszervezetét. A lépést Völner Pál választókerületi elnök kezdeményezte, mivel szerinte az alapszervezet nem működött harmonikusan, illetve sok feszültség volt a korábbi fideszes polgármester Medgyes Tamás és a régi képviselőtestület tagjai, valamint a szervezet többi tagja között. Ezek a feszültségek is közrejátszottak, hogy Esztergomban azok az emberek is elfordultak a Fidesztől, akik korábban várták a helyi szervezet megújítását. Az új egységesebb alapszervezet kialakítását egy hónapon belül megkezdjük, mondta Völner Pál. Már nem érzi magát illetékesnek Dajcs Tamás a Paralimpiai Bizottság ügyeiben, pedig ő tölti be a bizottság alelnöki posztját. Gömöri Zsolt botránya kirobbanásakor Dajcs még kiállt a bizottság elnöke mellett. Szerinte azért nem volt baj, hogy Gömöri 3 milliót kapott a Paralimpiai Bizottság végtörlesztésére, mert azt szponzori pénzből vonták el. De én most tényleg mondom még egyszer, hát te azt mondani, hogy a MPB... sajtóját megkeresed, az MPB elnöke örömmel áll a rendelkezésre. Ezt mondta a Paralimpiai Bizottság alelnöke arra a kérdésre, lemond-e ő és az elnök. Legutóbb a MOB ülése közben beszélt Dajcs Tamás a Gömri Zsolt 3 milliós végtörlesztésének forrását firtató kérdésre. Május 7-én elismerte, ő javasolta, kapjon a szövetség plusz támogatást, mert az elnökség a devizahitel terhe mellett nem tud teendőire koncentrálni. Egy hete egyebek mellett szponzori pénzekből történt kifizetésről beszélt. 5 nappal később az RTL Klubnak már más forrásról nyilatkozott. Nem szponzori pénzekből tettük ezt, hiszen a szponzorok a támogatást azért adják a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság fő tevékenységét, a fogyatékosok sporttevékenységét segítsük. Nem állami támogatási forrást használt fel a Magyar Paralimpiai Bizottság. 2 nap múlva 12 paralimpikon szólította fel Gömörit távozásra. Az elnök ugyanezen a napon közölte, visszafizette a támogatást.
Két hónapja még arról panaszkodott a bizottság honlapján, hogy vannak olyan sportolóik, akik három műszakban dolgoznak, és csak az edzőtáborban tudnak megfelelően enni, a méltatlanul alacsony támogatásból ugyanis nem tudnak kifizetni naponta egy-egy párizsi zsömlét vagy egy pár virslit. Azóta kiderült, Gömöri 9 milliós luxusautóval jár, és saját cége állt megbízásban a Paralimpiai Bizottsággal. Gömöri Zsolt elnökön kívül a gazdasági vezető és a nemzetközi főtitkár is új autót kapott tavaly a bizottságtól, ezek darabonként 5 millió alatti kiadást jelentettek. Gömöri az első elnöke a Paralimpiai Bizottságnak, aki pénzért dolgozik. 8,5 milliót keresett és kapott a végtörlesztéssel együtt 2012-ben, emellett 17,5 milliós jutalmat az olimpiai eredmények után. Tavaly előtt már majdnem 10 milliót, tavaly pedig összesen 12,6 milliót keresett, fizetése tehát havi 1 millió forint. A Sportszövetség szóvivője kérdésünkre türelmet kért azzal kapcsolatban, távozik-e az elnökség. Jelenleg is folyamatban van a felügyelőbizottság ellenőrzése. A bizottság tanulmányozza a különböző anyagokat, dokumentumokat, és jelenleg várjuk ennek az eredményét és a bizottság beszámolóját. Ez mikorra várható? Ezt nem tudom sajnos megmondani. A MOB közgyűlésén egyébként Gémesi György elnökségi tag úgy nyilatkozott, le kell mondania a Paralimpiai Bizottság vezetőinek, mert a MOB-ra is árnyék vetül emiatt. Gera Zoltán a Ferencváros válogatott támadója lett az OTP Bankliga legjobb mezőnyjátékosa idén. A Hivatásos Labdarúgók szervezete választotta meg, melynek 25. napi születésnapi rendezvényére eljött Andrew Cole is. Egy felejthetetlen megoldás a Ferguson ikrektől, a Manchester United legsikeresebb évéből. Dwight York átlépi a felpasszolt labdát, Andy Cole visszapasszolja Yorknak, aki nemes egyszerűséggel gólt lövett csapattársával. Tipikus egyérintős összjátéka volt a párosnak, ez tette őket Európa legjobbjaivá, és amit ebben a szezonban egy bajnoki cím, egy FA kupa győzelem és egy heroikus BL siker a Bayern ellen is fémjelez. Ilyen gólt összesen 53-at lőttek együtt. Andy Cole azt mondja, máig kiváló kapcsolatot ápol akkori társával, jó barátok. Ma már csak évi egy jótékonysági meccset játszanak a régi csapatával, nem kisebb ellenfelek ellen, mint a Bayern vagy a Real, de ez kiváló alkalom feleleveníteni a régi emlékeket. Politics. Ezt válaszolta arra a kérdésre, miért csak 15-ször ölthette magára a válogatott mezét az az ember, aki 5-ször lett bajnoki győztes, 2-szer nyerte meg az FA kupát, 93-94-ben még a Newcastle játékosaként, pedig elnyerte az arancsizmát, akkori mutatója páratlan, 81%-ot ért el az eredményesség terén. I'm a humble kind of guy, you know. Szerény ember vagyok eleve, és annak rettenetesen örülök, hogyha örömet tudtam szerezni olyan embereknek, akik kifizették a jegyüket és ellátogattak a foci meccsre, és nézőként szurkoltak nekünk, de meg kell mondjam, hogy én is ugyan embernek tartom magamat, mint ők. A Hivatásos Labdarúgó Liga főtitkára szerint remek az együttműködés az angol társszervezettel. Nem is lehetett más célunk, csak hogy elhívjunk egy olyan neves játékost, akinek van kapcsolata a játékos szervezettel, akinek jó tapasztalatai vannak a játékos szervezettel, és kézenfekvő volt, hogy ez a Manchester United győztes csatára lehetett. Az újságírók és a Manchester hívek megrohanták Colet az erekékkel. A híradó kérdésére a világsztár a Manchester ingadozó szezonját is értékelte. A legfontosabb, hogy bajnokok ligáját érő helyen végzett a csapat a Premier League-ben. Kicsit előre is léptünk, negyedikek lettünk a tavalyi hetedik után, válaszolta Andrew Cole. Semmi kétsége, tette hozzá, hogy a következő szezon sikeresebb lesz. A híradó után kezdődik a Start, és Róna Jegon kollégám azonnal elmondja önöknek, hogy milyen témákról beszélgetnek ma vendégeivel. Hát az elején tulajdonképpen egy témánk van, Orbán Viktor és környezete. Jó reggelt kívánok, szia! Badai Ágnes érkezik, azt mondja, hogy Orbán Viktor egy beismerő vallomást tett, innentől kezdve a többi az igazságszolgáltatás. Ugye, hogyan történik Magyarországon a pályázati győztesek kiválasztása? Erről fogunk beszélgetni. Aztán jön Szigetvári Viktor, kifizeti azt a
tanácsadót, Finkensteint, akiről egy nappal korábban Lázár János még nem tudta, hogy kicsoda, másnapra viszont kiderült, hogy hát hosszú évek óta Orbán Viktor jó barátja és tanácsadója, de fizetést nem kap sem így, sem úgy, sem fixen, sem szerződésre, sem a miniszterelnökségtől, sem a Fidesztől. Na de akkor ki fizeti? Szigetvári Viktor teszi fel ezt a kérdést, gondolom itt is, és lehet, hogy a választ is megadja rá. Nem tudom. Aztán jön Szabó Tíme, a PM társelnöke, ő pedig arról beszél majd, hogy Orbán Viktor azt mondta Debrecenben, miközben odaajándékozott a városnak néhány 10 milliárdot, ennek a debreceniek nyilván örülnek, hogy be kéne záratni a debreceni menekült tábort, sőt, nem csak be kéne, be kell záratni, akik ott vannak, menjenek haza, mondta nemes egyszerűséggel. Na, hát bele meg majd erről beszélgetünk, így kezdődik a műsor. Érdekes megbeszélésre váró témák, jó munkát, jó beszélgetéseket, önök pedig, ha tervik, akkor maradjanak természetesen továbbra is velünk. Híradóval 7:30-kor is várom önöket, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!